Na gyerekek, nem is volt tömeg, nem volt sok autó, meg is érkeztünk. 7 óra 5 perc, és még éppen... Hogy arra azt tudok, kire gondolt volna? Hát... nem tudom. Mindegy, jó lesz itt, nem? Tudnak kanyarodni tőlünk, de az a piros Suzuki, ami nem tesz egy kicsit. Na tehát, jó reggelt mindenkinek, bár nem tudom, hogy ti mikor fogjátok nézni a videónkat, de 7 óra volt pár perc, ahogy láttátok, és megjöttünk a budai zsidire, úgyhogy megpróbálok vlogolni. Még várjuk apát. Szerencsére túl nagy sor nem volt. Gyere, Lizám, közelebb, gyere anyához. Na, elkezdünk nézelődni, de jön mindjárt Alex is apával. Mi ide jövünk először itt a... Gyere, Lizám, ide a kipakolós részre. Hát itt is azért már szerintem többnyire kereskedők vannak. De először erre jövünk. Akik a földön árusítanak. Itt neked is van olyan cipőd, ilyen pomponos, neked is van, Liza. Látod? Szóljátok, ha láttok valami izgalmasat. Másik oldalon is lehet nézelődni, ott trissok vannak. Itt már vannak játékok. Köszönjük! Na? Az mi az a házikó? Vagy egy autó? Na gyere, gyere benne! Bédisztak cipő. Szoknik. Hát itt aztán kutyanyakörtől zoknik van át, és lomok van át. Minden van, és rengeteg autó jön itt. Megint jön egy, várjál. Na, merre menjünk? Hm? Merre? Még nagy pakolások vannak. Na, megyünk a fogazásra. Csoki van, csokik vannak. Sütik. Na. Hazafelé beugrottunk a Spárba. Mennyi volt az idő? Hát most 8:58. Igen, ja, hát itt van rajta, nincsen rajta a dátum. 8 órakor. És sikerült venni penészes, körözöttes sajtekercset, úgyhogy apa visszaviszi őket. Vasárnap reggel. Az Interspárban. Itt érdem. Na, úgyhogy a piacon a kamerázást egyébként le is állítottam, mert egyszerűen olyan
Tehát, hogy nem olyan volt a piac, mint amire számítottunk, mint amilyen régen volt, hogy egy csomó ilyen kis, itt ilyen családok kivisznek, ilyen bolhapiac jellegű, hanem fullon tele volt kereskedőkkel, főleg ilyen régiségkereskedőkkel, meg olyan, hát ilyen lomino, tehát ilyen össze, utcáról összeszedett ilyen koszos, ugye, ilyen lomtalanításból összeszedett, amihez bottal nem nyúlnál hozzá, vagy pedig tényleg a kereskedő, aki nagyon is jól tudja, hogy mit tudom én, egy ilyen nagy, ilyen Transformers kérdeztetek meg például, amire ott 40 ezer, szóval épp egy vásárló gyereklődő kérdezte ott, szóval, hogy ők pedig nagyon is jól tudják akik ilyen vaterán, meg jófogás, meg ilyesmi oldalakon haszonszerzés céljából így, mit tudom, hogy adnak, vesznek. Szóval a kereskedők, na, azok voltak, meg rengeteg ilyen kínai bóvli. Többségében festmények, meg ilyen nippek, vagy hogy tudják ezeket a porcelánok, ilyen régi pénzérmék, meg nem is tudom, hát ilyen nem, tehát hogy egyáltalán nem, és a gyerekeknek is tökre elment a kedvük, korán is volt, éhesek is lettek, szóval sajnos ez a budai zsibi, ez nekünk nagyon nem. Nem tudom, hogy a többi az milyen lehet, de nekünk az a baj, nagyon messze van, az a bakancsos piacot nézném még meg szívesen, de az a baj, hogy nekünk ez nagyon, nagyon, tehát egy óraút lenne, és oda 6 órára kellene kimenni, úgyhogy igen, a parkolás az itt fizetős volt, úgyhogy hát igazából nekünk nem, tehát én nem tudom, aki a régiségekre vadászik, ilyen porcelánvázák, meg porcelántányérok, meg rengeteg használt ruha volt, ott néhányan a turisztak, az is ilyen kereskedő, tehát hogy nem a magánszemély vitte ki a saját kis portékáját, hanem a kereskedők sajnos, úgyhogy nekünk ez nem jött be. A másik meg, amit mondtam most itt a reggeli, hogy egyszerűen reggel, vasárnap reggel ilyen penészes sajttekercset, körözöttes sajttekercset adtak, úgyhogy és 1000 forint volt, szóval, hogy nem, értitek? Tehát, hogy azért na. Úgyhogy az Interspárba többet be nem tesszük a lábunkat, az tuti fix, tehát ennyire friss az áru, akkor nem. Na, maradok a kiflis rendelésnél, ott mindig gyönyörű szép árut kaptunk, még akár a mensd megélelmiszerek is tök szépek. Most a apa mondja, hogy elmennek. Elnézte is, tudik el vele? Mennek az Aldiba például, de én a Lilit például egyáltalán nem szeretem, azt, ami itt milyen ölnek itt mindenért, és sorállás, tehát úgy értem, hogy nyitás előtt ilyen kilométeres sor van itt érden a Lidl előtt, meg hát én azt nem szeretem, még az Ocean Tesco az még úgy hagyján, de inkább tényleg a kifja, ami felültöm az oldalt, megnézem, és akkor kiválasztom, és akkor 5 délután hozza, és akkor megfőzök. Szóval nekem ez, én nem nagyon szeretek így nem tudom, így sorban állni, tehát azt szerintem tök fölösleges időnek érzem azt, hogy ott a pénztárnál is sorbált. Hát most például itt a hűtőpultnál a Spárba például kis csengő van kirakva, tehát nem is állnak ott egyébként eladók, hanem mit tudom én, egy olyan 10-15 percet úgy vársz, mire valaki előtt támoljuk. Tehát én már ott első körben ugye feladtam volna, hogy nem mondom, hogyha itt nincs kiszolgálás, akkor megyek innen, nem? Csak már összeszedtük a zsemléket, mert azok most éppen hozták ki itt a császár zsemléket, akkor gyerekek is választottak maguknak békerült, szóval nem akartam így elmenni, de ezt nem szeretem az ilyet. De ráadásul mondom, tényleg csúcsidőben reggeliért mentek volna az emberek, ugye? És akkor így nincsen az ilyen, hogy hívják ezeket a felvágottasokat, az... Csemegepultnál, azt mindig elfejtem, hogy igen, csemegepultnál nincsen kiszolgálás. Jó, de ügyes vagy. Én esett egy szalvétát, fölveszem nyoszi szalvétát. Itt a pink. Annak jó sokat, az jó nagy, meg ezeknek is jó sokat, jó?
Van még benne? Kevés. Annak jó sokat adjál mindet. Jó, ügyes voltál. Mit adok? Jó, töltse bele. Na, neked van? Kifogyott a vizecske? Na, itt meg. Baseball sapka meg. Napkalap mosás volt. Apa, töltsd meg a kannánkat! Kifogyott az eső. Kifogyott az esővíz. Valakinek ma jó napja lesz. Kinek? Hát, akinek százszor szépek lesznek itt ebédre. Na, kukucs, gyere, Bibi. Na, Mizó. Megjött. Na? Azt hittem, ráront a százszor szépekre. Nem, még körbenélsz, hogy minden oké-e. De 5 perc múlva szerintem már nem lesz itt százszor szép. Ó, nem is kellett 5 perc. Ugye, Liza? Nyami, Finike? Egyed, babám, nincs baj, egyed. Nem, csak kaptál még egy kis szénát is. Hát a ropogtatnál is. Nálunk mindenki hempergőzik? Mindenki boldogságos ebben a 30 fokban? Hempergőztél, Lili? Itt meg nagy homokozások vannak, meg itt van a kis medence is. De jó, hogy ilyen tiszta poros leszel, cica. Nagyon jó ez a porfürdő, isteni. Mit főztök? Én meg sütemény. Oké. Okay. Sziasztok, ugyanabban vagyok, mert most délelőtt, vagy most reggel vettem fel ugye a cicának az első gyógyszerezés ténykedésemet, meg aztán az állapotáról az információt nektek, úgyhogy ugyanabban vagyok. De akkor most itt folytatom tovább, és közben megy a mikró, mert elkezdtem a cím elegíteni a kaját, szóval. A helyzetüket megkönnyítve, ültetettem, hogy rendelek erre a hétre kaját, és most teletálas Laci bácsitól, teletáltól. És az e-foodtól, ami elvileg ugyanaz, mint a City Food, csak nem tudom, két testvért, hát is itt van előttem, igen, nem tudom, két testvért versenyezhet az apuka, vagy nem tudom, mi történik itt a háttérsztoriban, de az a lényeg, hogy a City Food-nál nem találtam mostan nekünk tetszőket, úgyhogy elfúd és teletál vegyes történet lesz itt ebédre, mert hát most már a főzés az meg aztán pláne. Sajnos most itt az energiánkon kívül esik, nem is csak a főzés, hanem a gondolkodás, hogy mit főzzünk, tehát így, hogy sok Lacinak lesznek itt most itt ilyen húsik, ilyen ez most éppen szarvas fasírt golyók, hogy más tört burgonyával, szóval ilyen olyan különleges dolgokat szoktam ilyen esetekben vészmegoldásként rendelni, amiket úgy alapvetően úgy máskor úgy az ember nem szívesen, vagy nehézkesen készít el. Tehát most nyilván nem állok neki itt szarvas fasírtot készíteni, de ő meg örül neki, hogy ilyet tehet, úgyhogy na, és akkor van neki borsóleves, ami meg a másik olyan mumus, amit a Lacin és a Lizán kívül egyébként senki nem eszik meg itt, mert nem szeretjük a borsót, de ők viszont meg szeretik. Úgyhogy itt van neki a borsóleves kéje, ami szintén Laci bácsitól mutatom. Itt van Alex is, egyébként akinek, csak hogy jó legyen a sorsunkban, egy kis kötőhártya gyulladása. Voltunk doktornéninél vele is, Noéval is, mindenkivel. Na, itt van neked a borsóleves, ami meg jobban néz ki, mint a City Food-os, mert ilyen kis... Van kalánkád? Kalánkád van. Tehát, hogy ilyen
Habart, vagy hogy hívják? Ó, krémleves, de... És nézd, milyen helyes ez az eperlevél-szerű tészta. Na, akkor jó ételjet. Úgyhogy Laci bácsit kóstoljuk, és akkor itt van az elfúd, amit ugye mondta, hogy apuka versenyezteti a fiúkat, hogy ki viszi jobban tovább a céget. Na, és aminek nagyon megörültem, az, hogy strapacska is volt most itt, de nagyon nehéz volt választani, mert nem tudom, tehát rengeteg a csirke, most vagyok az elfúd city food vonalon, csirke és pulyka hús, amit mi nem szeretünk. Neked is jó lesz, Szali, szereted a... Jó, szegényként már megint az a baj, hogy nem tudom, vakargatja a szemét, tehát hogy viszket neki, és ezért lesz ilyen piros. Mert egyébként, hogyha nem, mert én ül az asztalnál, akkor nem vakargat, de amikor most így nem van a földön, és ugye piszkos, most nyilván piszkos a poros a földön a keze, akkor lesz ilyen piros, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi a helyzet vele is. De csöppenteni kell a szemébe. Na jó, megnézzük, hogy milyen az ő strapacskájuk. Te is kér strapacs? Te is kérnél, babám? Hát én nem tudom. Semmi lekszik, semmi? Nem, most nem, de mindjárt fog a strapacska. Na most evett egy olyan 3-4 darabot. Bele a... Hát ilyen... Mi ez? Ez a szörcsomó... oldó, vagy hát, hogy ne gyülemelj. Tehát ugye gyalogatják magukat, nyilván ezt csiszogatják magukat. És akkor most egy ilyen kis jutifajot adtam, mert most igazából mindent, bármit be kell vetni, és akkor most így próbálgatom, mit tudom, egy óránként, hogy mennyit eszik, mit eszik, mit eszik szívesen. Amit most nem kért egyáltalán, az itt van mindenféle ilyen szaftos kaját, mert mindenfélét beszereztünk neki, tényleg minden márkából, hogy, mert a Puszedinek például tavaly a bitkász volt, most nem tudsz mit csinálni, ha azt teszi, mert akkor azt szapja, egy ilyen mit a kraftot, de letudok, tehát most várná, és adtam, és egyáltalán nem kért, tehát ez nem. De a Real Nature-t, azt meg abból megevett. Úgyhogy most ott volt a tány, na, azt most megette. De hát ugye megjelenik a másik kettő is itt, és most itt állandóan bezárogatni őket a garázsba, amíg eszik egy kicsit, akkor őket most apró falatokat, mert egy kanálnyit adtam neki, azt megette. Úgyhogy most igazából a útra meg a pusz egyet tök jól járnak. Úgyhogy őrájuk kell most már majd figyelnem, hogy ne... Ne őrjél, ott azonnak, de ugye azonnal jönnek, nyilván azonnal jönnek. Na, ebből is evett. Ebből is ettél, na akkor ez. Nem, ebbe a tejecskét adtam, jó. Ebből is, hál' Istennek, egy kis laktózmentes tejet. Jól van, babány, mit összkötjál. Úgyhogy most viszonylag jó a keze, megpróbálom a popóját folyamatosan mosni, de hát ugye fehér a szőre, ugye a hasmenés miatt fehér a szőre, úgyhogy ez ilyen. Na mi van? Neked még maradt valami, vagy a hurka megeszi? Jó Istenem! Hogy vizsgálgatja, hogy mi újság? Ilyenkor azért az utálat félre van téve, meg az irítség igaz. Okos vagy. Okos vagy. Nagyon okos vagy. Ilyenkor az utálat félre van téve, amikor nagy a baj. Hát azért még kicsit utálkozunk. Na jó. Laci, kapja az ebédet. Na itt van neki a szarvashúsos fasért, és most itt én neki most én is megkérdezem, hogy most ebben mennyi szarvashús van, de a színén látszik, hogy ilyen vathús színű, tehát ilyen darált hús. Jól néz ki meg ez a tört hagymás is egyébként. Igen, hagymás törburgonya. És ugye ez szerintem tök jól néz ki, és akkor itt van, ki van neki készítve. Csak most eltűnt, most bement, lehet, hogy meeting van. Sőt. Aha, biztos kettőtől, gondolom. Meeting van, csak most itt mit csinálják a kajájával? Akkor le kell fednem. Szerinti meg, holnap most akartok vadászni, indulni, és a fasírtjai bajban lesznek. Jó, na nézzük, Ali. Mikróban ez nagyon ennyire nekünk itt, nem tudok mit csinálni. Csak nagyüzemű melegítés volt, mindjárt. Na, mit szólsz ehhez, strapacska? Jó lesznek? Nem. A szarvas fasírt tetszik?
Hát ez a pályé. Ez a pályé. Ő nem eszik ilyen szapacskákat, meg van itt a... Lizának is van egy kis adag borsóleves, mert nagyon szereti, meg van egy nutellás kombóc is nekik, ilyen picike adag, ilyen kis desszertke, úgyhogy nekik is lesz majd a tánc után estére egy kis ilyen Laci bácsi is kaja, igen. Na nézzük, Ali. Csak kicsit meleg lett. Nézzük. Megfújtam. Nem olyan meleg, Ali! Nem olyan meleg! Hagytak még neki valami kis morzsátot? Azt nézem, hogy mit eszik. Valamit, igen. Egyél, babám! Ha jól esik, akkor egy-egy nyugodtan. Na, milyen? Meleg, nem? Igen, nem? Ez a lefelé nem jó? Nem? Nem? Nem. De most nem adhatok a babasétjába, nem viccelek egyévelem. Tudi, nem? Itt csak nem. Nem, szerintem ez a... Igen, egy utúró. Tehát az... Ez nem biztos, hogy finom mindenkinek. Én tudom. Nem. Ezt ide kellett hozni. Hozom az üdítő, de ez jó. De még bele se ettél. Na jó, akkor adok ebből. Jaj, Alikám. Na, nézzük a fasírtot. Nem kaparunk szemet. Lekötözlek. Ja, fasírt. Szarvas fasírt. Majd megtörjük a szállat. Pont van itt. Na, ez jó, itt felfelé mutat az új. Egyen meg a szívedet, hogy szarvas fasírt. Na, hát akkor apa majd kap még mást enni, vagy kap, nem hiszem, ennyit biztos, hogy nem fogsz megenni. Aki nem adunk szarvas fasírtot most. Jó, most te vett egy kicsit szerencsére. Krumpli is jöhet? Igen. Nem, de... Tessék, mi van? Na, együnk, jó? Ha mi? Há. Jaj, akkor fasírtal együtt. Hogy ez a válogatós népség itt, így már duplán jó? Istenem. Ubit is? Ja, nem szerted a kovászos uborkát, és most olyanunk van. Kovászos ubi. Uh-huh. Ott a cica, igen. Ott van. Együnk. Ott a nyuszi is, ő is ott van. Mosakszik. Igen. Hát már nagyobb a nyuszi, mint a cica. Nagyobb. Igen, nagy, magas, igen, nagy. Tehát nem magas, csak olyan krumpli testalkatú. Megetted? Ezt így gondoltuk, nem adtunk a fasírból. Persze, hogy adtunk neki egy falatot, és nagyon ízlik neki. Igen, igen, nyolja a száját, egyem a szívet, egyem a fasírba a gyógyszeredet vacsorára. A legnagyon szereti a fasírtot. Adom. Na, úgyhogy akkor ez eddig finom. Most már nem tudom, azt hiszem, ez volt az E-Food. Igen, E-Food City Food vonal. Ez pedig, ez is finom. Nekem ízlik legalábbis. Bár én nem itt készítem a strapacskát, én normális tehén túróból készítem, de jutúróval is egyébként szeretem, de biztos, tehát én nem készíteném úgy. De így is megeszem, nagyon szeretem. Ez is finom. Ugye ma mind a kettőtök finom. Uh-huh. Kap. Mit kapogtattál rajtam? Mit kapogtatsz te? Mi? Kap. Na mi van? Nyám. Na eszünk. Most már tényleg eszünk rá eszen, jó? Csak hát Alexel, múltkor néztem, egy és egy negyed óra volt egyébként az ebédeltetése Alexnek. Igen, egy és egy negyed óránál teszünk. Bizony. Megan. Meg közben itt játszunk, mert bele kell diktálni, hogy itt játszunk, meg minden is van itt közben. Igaz, Ali baba. Ali baba! Na, együnk, jó? Együnk! Igen.
Na, csak közben akartam mondani, hogy közben a fipadmianokkal itt tárgyalok itt a tejecskével kapcsolatban, és azt mondták, hogy laktózmentes, az nyugodtan mehet neki. Mert ugye én úgy kérdeztem, hogy most nyilván mindennek örülünk, amit elfogad a cica, és amit szívesen elfogyaszt. De hát ugye azt, lehet, hogy nektek is ez akár nem cicásnak, akár leendő cicásnak, szóval, hogy az info lehet, hogy anyukám sem tudta például, tehát ő is mondta, hogy adjak neki tejet, mert hogy minden cica szereti a tejet, mert hogy régen, na, szóval, hogy minden cica régen ugye nagyon szerette a tejet, de hogy ugye hasmenésük van legtöbbjüknek, mondjuk egy 99%-oknak ugye az van, mert hogy a cicák, még amíg az anyatejjel ugye akkor még termelnek, akkor még van laktáz enzimük, de utána, amikor már ugye leválasztják őket az anyacicáról, a mamacicáról, akkor utána ugye nem találkoznak tejjel, és ugye fogja a kezem, Ali. Akkor ugye már nem termelnek ugye enzimet, ezért gondoltam azt, hogy akkor a laktózmentes tej jól lehet. A legjobb az ugye a cicatej lenne, amit ugye lehet kapni boltban, ami kimondottan jó a cicáknak, aminek valószínűleg köze nincsen a tehéntejhez, bár azt sem tudom. Mondjuk most a kifli oldalról rendeltem valami, nem is tudom, ilyen tejet neki. Még így hétvégén ezt a, nem tudom mi ez, Magic Milk 2.8-as laktózmenteset, hogy hát, ha iszik, ugye, és akkor is volt belőle egy, hát egy olyan 5 nyalintást, mert azt mondtam, hogy hát most így fog kinézni a valakás, de hát ez a legkevesebb, ez most kit érdekel, senkit nem érdekel. Titeket is érdekel, hogyha minket nem érdekel. Majd valamikor, akkor majd lesz. Hát, apa! Hát, arra mutogatott, hogy ezt mondta, hogy ez a izé strapacska, és ez a fasírtka, úgyhogy B-variációt készítsek, már most... Most már jöhet talán. Talán? Jó, akkor megnézem, a honlapi kajáratot adom. Ami egyébként borzasztó lesz. Hogyha már ő nem lesz, az ez. Tehát, hogy a másik kettő az nagyjából tojik ránk, azok ilyen igazi macskák, de egy abszolút annyira kedves, annyira simulékony, annyira barátságos, hát velünk, ugye, idegenektől nagyon fél. De ugye reggel nyitom az ajtót, és azon rongol, és tökörül. Na nézzük. Pipi betolja itt a íz. Nézd meg. Na, ez itt a holnapi kajád, de holnap ugye te bemész. Igen. Hát akkor a holnapi kajádat most megeszem, mert valaki megette a kajádat, úgyhogy hagymás, apró pecsenyer, izi-bizi. Nem, Ali, ez már tényleg apáé. Nem, Alika, figyelj, ez apáé, nem? Ne. Hát nem, hát mennyit eszél? Hát ennyit én sem bírnék, én ennek a felét bírtam volna megenni. Hát a krumpli annyira nem fagyaszt, kéred a krumplit? Nem tudod, nem tudod. Mi volt a strapacska? Finom, nagyon jó, Dudinak hagytam felet. Mert ő nem kért, úgyhogy a Dudi megeszi majd.